Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás március 25-én. Az első kérdés az lenne, mi foglalkoztatja őt, mik a gondolatai és mik a tervei. A választ megadja rá ez a felső kártya. Ez a 10-es szám arra utal, hogy ő tervez egy új kezdetet. Ezzel a 10-es számmal megindul egy új periódus. Ami még neki fontos, hogy ő felépítsen itt valamit. Azon kívül a barátságok és a hűség. A második kérdés az lenne, hogy milyenek az ő érzelmei. Mi bepillantunk az ő érzelmi világába. Ez a szerelmes pár arra utal, hogy ő szerelmes. És a háttérben ez a pap arra utal, hogy ez egy lelki kapcsolat. Vagy ő úgy érzi, hogy a jó Isten hozott össze benneteket. A harmadik kérdés az, hogy milyen lépéseket tesz irányotokban. Itt vannak viták és veszekedések, vagy harcok. Ez nem biztos, hogy ez kettőtök között lesz ez a vita, mert az ötös szám arra utal, hogy mások befolyásolják az eseményeket. És pontosan emiatt lesz ez a küzdés, ez a vitatkozás, verekedés. Ez mind a háttérben történik, de ő beszámol erről. A mai nap energiáját ezt a kutya mutatja, mint itt is. Ezek a kutyák valami fontosat akarnak velünk tudatni, ez a barátság és a hűség. De lehet házi állat is, kutyák vagy cicák. Ami még nekem eszembe jut ennél a képnél, hogy ez egy házőrző kutya. Tehát őrizzetek meg valamit. Ez utalhat az anyagiakra, a vagyonotokra, de utalhat erre a szerelemre is. Tehát maradjatok hűségesek, és bízzatok ebben a szerelemben, akkor is, ha a háttérben itt ilyen húzavona van. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!